életed eddigi legnagyobb sikerét érted el, hiszen a junior világbajnokságon bronzérmet szereztél. Mennyire számítottál erre? A döntőre nagyon számítottam. Én úgy mentem ki, hogy elődöntő az minimum, hogy minden távon elődöntő. És még előtte lévő este, verseny előtt lévő este még beszélgettünk meetingen, hogy én mikre számítok. És én mondtam mindenkinek, hogy én egy ezre nagyon szeretnék a döntőbe lenni, és egy érmet hazahozni, szóval nagyon jó lenne, és sikerült is. Szóval ez nekem fantasztikus. Hogy sikerült, mi volt ennek az egésznek a hátterében? Hát úgy volt, hogy első nap felkeltem. Reggeliztem én minden normális nap, és kimentünk a jégpályára, melegítettünk. Felmentem első futamra, azt a futamot megnyertem. Utána felmentem a következő futamra, ott egy kanadaival volt egy nagyobb verseny, de azt sikeresen ott is továbbítottam. És utána kezdődtek a negyeddöntők. A negyeddöntőbe egy kínaival mentem, egy japánnal, meg egy orosszal. Esélyes futam volt, hogy továbbítok, a japánt meg is vertem, a kínai mögött értem be. És utána az elődöntőben az nagyon-nagyon kemény futam volt, két koreaival mentem, és egy orosszal, és én. És abból a futamból tovább juttattak, második helyről kilöktek, és úgy juttattak tovább a döntőbe, és így öten voltunk a döntőbe, két kínai, két koreai, és én. És fizikailag sokkal gyengébb voltam, mint a többiek, ezt beszéltük az edzővel, és mondta, hogy az lenne a legtaktikusabb, hogyha beállnak a végére, és várnék, hogy verekedések legyenek. És hát össze is jött, mert az egyik koreai kilökte a kínait, én meg így kívülről tudtam előzni, és így megelőztem a kínait, és a koreait meg kizártak, és így lettem harmadik végül. Hát ez óriási teljesítmény, tehát mindez azt jelentette, hogy a nagy döntőbe is bejutottál. Igen, nagy döntőben hatan voltunk. Én voltam az egyetlen európai, két kínai volt, és három koreai. És így mentünk, és ott már nagyon elfáradtam, mert az ezer után kb. egy 10 perces pihenő, és mentünk fel az 1500-es szuperre. Nem bírtam ki, és így sajnos csak hatodik lettem. De hát ez is remek eredmény. Összetettben mit hozott ez a konyhára? Összetettben első nap 13. voltam, utána 500-on 7. lettem, és így 8. lettem összetettben. És utána mivel 1000-en meg 1500-en bent voltam a szuper döntőben, így 6. lettem a legjobb európaiként. Mielőtt elindultál, álmodtad volna ezt a sikert? Számítottam rá, igen. Hát akkor reméljük legközelebb is így lesz. Köszönöm. Köszönöm. Oké, köszi szépen.